Mesztelen ügynök. Kalandos, humoros, fantasztikus. Szórakoztató irodalomról mindenkinek. Szervusztok, kedves Mesztelen ügynök, szórakoztató irodalmi magazin hallgatók. A mai műsorban szintúgy, mint az eddigi sok adásunkban lesznek a megszokott rovataink. A hármas jelszó az mindig is érvényes, kalandos, humoros, fantasztikus. Saját készítésű ősbemutatós hanganyag is lesz természetesen, mint az utóbbi 20-30 adásban mindig. Akinek már menet közben megtetszik a műsor, az tartsa észben azt, amit majd a végén is el fogok mondani, hogy a www.írjunk.hu oldalon az összes eddigi ismétlést lehet hallgatni, valamint az új könyvpiac honlapján van egy állandó hangos blogunk, ahova fölrakosgatok rádiójátékokat, riportokat, amiket a műsorokból szedegetek elő. Most pedig jöjjön a műélvezeti hírek. Műélvezeti hírek. Könyv megjelenés. Kiállítás. Film, színház. Műélvezés. A magyarfilm.hu oldaláról vettem kölcsön az alábbi híreket, köszönet nekik. Magyar filmek a Brussels International Fantastic Film Fesztiválon. Ez a 32. alkalommal kerül megrendezésre, ez a fesztivál. Az Aura és az Isteni műszak, a két említett magyar film. Bernard Zsolt, az Aura rendezője, személyesen is jelen volt a fesztiválon. Illetve hát jelen van, nem tudom, ez szerintem még most is megy a napokban. Korábban a magyarfilmek.hu-n ezt írták az Auráról. Bernard Zsolt filmjében nem szivárog gyilkos gáz, a külvilágot elzáró fél szappanbuborék alatt, és a belül rekedtek sem gyilkolásszák halomra egymást. Az Aura nem életre kelt hógömb, és nem is hangyafarmhoz hasonló emberállatkert, amellyel valamilyen felsőbbrendű faj szórakoztatja magát. Mégiscsak arra tudok gondolni, írta régebben ezt a magyarfilmek.hu bloggere, hogy ezt már láttam valahol. Mégpedig Stephen Kingnél, aki egy amerikai kisváros sötét oldaláról mesélt monumentális 2009-es regényében, a Búra alattban. Csak nála nem a cukor és inzulin hiány miatt ketyegett az óra. Hőseinknek, épp úgy, mint az űrkammák gyerekcsapatának, a kémia, a biosz, sőt, egy kicsit még a matek tudásukat is elő kell szedniük, hogy megoldják a rejtét, ám amikor lelepleződik a nagy titok, a kiskamaszkorból kinőtt néző arca épp oly tanácstalan grimaszba rándul, mint a világok harca végén, amikor Tom Cruise náthát küld a tripodokra. Bernard Zsolt, írja ma ezt már most a magyarfilmek.hu, Aura című legutóbbi rendezése, a dunaújvárosi Cryel World Team független filmes csapat munkája, a Skiffy 4 tinédzser története, Tokió, Peti, Ádám és Eszter lerobbant autójukban egy puszta közepén ébrednek föl, sötétség veszi őket körül, mintha nem kelt volna fel a nap. Rövidesen rájönnek, hogy egy hatalmas, sötét aura borul rájuk, amely nem engedi át a fényt és elzárja őket a külvilágtól. Az Aura című film producerei Kisszabó Márk és Váci Károly, operatőre Szentkuti Tamás, a forgatókönyvet pedig Kisszabó Márk írta. A következő sorokban a magyarfilm.hu Bodzsár Márk isteni műszakjáról írt. Imigyen. A rendező bevállalta, hogy olyan első filmet csinál, ami elüt a magyar filmes hagyománytól, miközben bátran utalgat számára fontos filmhagyományokra. Mindenek előtt Quentin Tarantinóra, fröcsög a vér, csillog a szamurájkart, megy a viccelődés a halállal. Szerintem, írja a blogger, kevesebb több lett volna, a legfontosabb azonban, hogy az alkotó képes-e beépíteni a saját filmjébe a megidézettet, vagy az csak önmagában működik. Bodzsárnál alapvetően kerek egészet kapunk, ami nagy fegyvertény. És ezt már mostanában írták a honlapon. A film alap támogatásával készült isteni műszak abszurd humorral meséli el egy fiatal mentőápoló alászállását az éjszakába, ahol beavatást nyer a halottas bizniszbe, és az ahhoz kötődő kegyetlen elvbe, a halál nem válogat, az ember igen. Bodzsár Márk első játékfilmje az Unió film gyártásában készült, producere Bodzsár István, koprodukciós partnere a Sparks, a film operatőre Reich Dániel. A film főszerepeit Ötvös András, Rába Roland, Keresztes Tamás, Zsótér Sándor és Stork Natasa játsszák. Tehát ez a két magyar film, az Aura és az Isteni műszak, meglátjuk, hogy milyen sikerrel vesz részt ezen a mostani fesztiválon. Viszont ennek a filmfesztiválnak, tehát a Brussels International Fantastic Film Fesztiválnak a programjában mazsolázva lehet rábukkanni egy igen ütős, abszurd humorú vígjátékra is, amely egy Sundance Fesztiválon már bemutatott rövid film, egész estésre forgatott verziója. Wrong Cops a címe,
Quentin Dupieux írta és rendezte, és Marilyn Manson, egy 15 éves kamaszt játszik benne. Dupieux készítette a gyilkos kerék gumiról szóló Rubbert is, illetve a Gázos című, az IMDb-n igen kevés pont számmal jutalmazott abszurd humorú valamit. Simlis zsaruk egyike, ez a tartalom véletlenül lelő egy ártatlan embert, és a társaival együtt megpróbálják eltüntetni a holttestet. Igen bizarr jeleneteket produkálnak ezek a észvesztően hülye karakterek, ez már a YouTube-on felelhető trélerből is kiderül, van benne alsógatyás kövér zsaru, patkánytetembe dugott narkóval üzérkedő zsaru, meg ilyenek. Az elborult alkotások kedvelői jól fognak szórakozni. Könyvhír. Április 10-én jelent meg Brandon Hackett, az időutazás napja. A kétszeres Zsoldos Péter díjas szerző új regénye. A Brandon Hackett néven író Markovics Boton sodró tempójú, eredeti ötletekkel teli regénye egészen újfajta megközelítése az időutazás témájának. 2021. november, amikor az első időgép működésbe lép, 200 milliárd időutazó jelenik meg a Földön. Az időutazás napját ünneplik az első pillanatot, ameddig vissza lehet utazni a jövőből. Az esemény eltörli az ismert világot, megszűnik a pénz, működésképtelenné válnak a kormányok, bárki számára hozzáférhető lesz minden jövőbeli technológia, köztük az időutazás. Tetszőleges jövőbeli évbe utazhatunk egészen az időfolyam végéig. Ennek azonban hatalmas ára van, ugyanis az idő veszélyes játékszer. Hát ezt tudjuk ugye velszóta. Beregi Ádám él-hal a családjáért, ám az időutazás napján valaki a jövőből elrabolja a kisfiát és a feleségét, Enikőt. Ádám a kaotikus és folyton változó időfolyamban őrült technológiák, valamint mesterséges mikrouniverzumok birodalmában próbálja megtalálni őket. Az időgép feltalálója Neil Jerrison különös magának való ember. Bár 2612-ben kivégzik, mégis sokan szeretnének a nyomára bukkanni, mert olyan tudás birtokosa, amely megmentheti a világot, vagy el is pusztíthatja. Csak hogy a feltaláló mindig egy lépéssel üldözői előtt jár, és úgy tűnik kizárólag egy valaki érdekli, egy Rebecca nevű titokzatos nő, aki minden rejtély kulcsa lehet. Nálam Brandon Hackett két általam is elolvasott regénye, az Isten gépei és az Ember könyve nagy élménynek számított. Sokakat ismerek a hazai fantasztikus szerzők közül, de őt még személyesen nem, ezért egy Brandon Hackett alias Markovics Botond interjú már nagyon időszerű lesz, dolgozni fogok rajta. És ha már volt ennyi filmhírem, akkor egy utána következő könyvhír előtt még belefér egy, tavaly forgatott és rengeteg fesztivál díjat besöprő alkotás kerül 24-én a mozikba, illetve egy premier előtti vetítésre már tegnap sor került a művészmoziban. Egy holland alkotás, a címe Borgman, az utóbbi évek legsötétebb humorú filmjében a gonosz egyenesen a föld alól érkezik, a csavargó Borgman személyében, bekopogtat egy holland mintacsalád házának ajtaján, és amikor már puszta megjelenésével képes viszályt szítani a férj és felesége között, rögtön tudja, hogy jó helyen jár. Alex van Farmerdam, kultrendező, az Északiak, a Grimm, a Pincér, Emma Blank utolsó napjai filmek rendezője, a legújabb botrányfilmje a Cannes-i Nemzetközi Filmfesztivál hivatalos versenyprogramjában debütált. 38 év után ez volt az első holland alkotás, amelyet itt mutattak be. Az egyszerre sokkoló, felkavaró és morbid humorú fekete komédiát. A kritikusok egyszerre hasonlítják Louis Buñuel, David Lynch és Michael Haneke alkotásaihoz, egy olyan különlegesen egyedi film született, amely vérfagyasztóan őszinte és bűnösen szórakoztató képet fest korunk értékvesztettségéről. Megint könyvről szólok, az Erticity kiadó nem tétlenkedett, hanem megjelentette az önálló regényként is olvasható Mag című regényt, ami az izgalmas Gócpont című történet folytatása. Egy évvel ezelőtt, április 9-én hallgathattátok azt a műsort, amiben egy részletes riportos beszámolóban foglalkoztam a Gócpont című regénnyel. Ha visszakeresitek a www.írjunk.hu honlapon az ismétlések között, akkor a civil rádiós adások közül ez a 19.
tehát ennek az ismétlését keressétek. Nem sokkal a Gócpont történetének befejezése után kolónia közi delegáció érkezik a Mars New Home-ra, hogy megünnepelje a kolónia fennállásának 300. évfordulóját. Előkelő vendégek kapnak meghívást az ünnepségre, köztük Maximilian Kilbrown, a kolónia egyik alapítója, aki hosszú földi távollét után tér vissza szeretett vörös bolygójára. Ugyanazon a hajón utazik a genetikus és exobiológus Frederick Beaumont is, aki utána próbál járni, miért élnek hosszú és egészséges életet a hősként tisztelt 12-es küldetés asztronautái. Köztük Max is, aki éppen a 150. születésnapjára készül, mindenfajta genetikai beavatkozás nélkül. Vele tart Julia Todd, a naprendszer méretű karriert építő szobrásznő, aki a kolónia születésnapi ünnepségére kapott nagyszabású felkéréssel próbál betörni a kolónia közi művészeti életbe. Fred, vagyis Frederick Beaumont genetikai fejtörője, bolygóméretű kutatása szélesedik, amint rábukkan az egyirányú út privát űrügynökség titokzatos videóanyagaira. Ez alatt Max élete a feje tetejére fordul, különös őrület keríti hatalmába, közben mindenkit ijesztő rémálom üldöz egy idegentől az életükre. Bár a MAG első része a Gócpont utolsó oldalaival kezdődik, azért egy önállóan is élvezhető, lehetetlenül izgalmas regény. Aki olvasta a Gócpontot, az tudja, az író nem hagy sok időt a pihenésre, a főszereplőket egy titokzatos erő sodorja végig a feszültségekkel teli eseményeken, hogy aztán az utolsó oldalra is maradjon valami fordulat, sőt a következő részre is. Mindenkinek, csak nekem. Legyen rövid, de ütős ez a verses rovat. Először mondja el egy korábbi felvételemről a saját rövid versét Sereg Melinda, aminek a címe Bűnbeesés. Már érik az édes édeni étek, friss levű mézes drága gyümölcs. Őt akarom hűn, ám van szeretőm már, emberi hűtlen szív sose bölcs. Tétlen zavaromban, itt a sarokban kuksalok egyre.
csillog a bőre, szívem a dőre, készül a tetre. Most pedig csak a vicc kedvéért következzen egy másik, nagyon rövid rigmus. Nem tudom, hogy mekkora a művészeti értéke, nekem nagyon tetszett, elkértem az alkotóktól. Födő Sándor és Pekó Zsolt versikéje következzen. Tegnap így szólt apuka, kezében egy fakupa, neked most már kapufa, elutazom Bakuba. Legyen gondod anyura, süssön pogit hamuba, csomagolja batyuba, hadd viszem el Bakuba. Nem lesz nálam valuta, fényképezek vakuva, kőolajból pakura, ezt csinálják Bakuba. Pedig jöjjenek tréfás hírek, hogyha majd valaki ezután kapcsolódik be a műsorba, miután én ezt elmondtam, hogy ezek tréfás hírek igazából április 1-e körüli adásba kerültek volna, csak akkor annyi anyag volt, hogy kiszorultak. Tehát ha valaki most kapcsolódik majd a műsorba, akkor azt hiszi, hogy ez a Lücke Rádió Budapest, de nem, ezek természetesen magas irodalmi értékkel bíró tréfás hírek. A TSÜ titikakai szenzáció ügyelet legfrissebb hírei. Több államférfiról és vallási vezetőről a napokban derült ki, hogy várandósak. A világpolitikában ismert személyek immár gondterhes munkájuk végzése közben a terhesség biológiai csodájának eme maszkulin változatával is meg vannak áldva. Kurt Lassuwies, a Dél-Szmojét köztársasági elnök már a 8. áldott hónapjában van, Pietro Fantalgar már a Bíbor Lélek egyházának autodidakta pápája pedig éppen tegnap kérte a szülést megindító injekciót. Az injekció hatását megirigyelvén, maga az idősödő egyházfő is megindító szavakkal tárta fel a Bíbor Lélek milliárdos közösség előtt a helyzetet. Pontosabban a milliárd fős közösség szegény, maga a hitvezető, a milliárdos, de ez csak feltételezés. Fantalgar már kenetteljes szavait idézzük most, amelyet ótaljánul intézett muskotályos palotájának erkélyéről a 4 égtáj és a 4 segédégtáj összesen 8-45 fokos fordulóval üdvözölhető földrajzi szegmentáció felé. Latiniu, convol, bendi, vindi, vici, nemici, pragmatini, pregnanti, maximalni, interenti, compramente tutti monti, il fuoco, piccolo, mocco, provizore, atama. A kisdedem méhemnek gyümölcse az újabb bizonyíték, hogy a Szent Bíbó lélek köztünk van. Bennem bizonyosan járt 9 hónapja. De óva intek mindenkit, hogy a homoszexuális felszabadulást lássa az esetben. Imáron ki kell jelentenünk, hogy a Bíbor lélek nem feltétlenül hímnemű, ez az új mindenszenti állásfoglalásunk, és ez visszamenőleg érvényes. Modern vallásunk, amely több ezer éves, így újul meg a hívek gyönyörűségére. A gyermeket a Bíbor lélek akarata szerint Cölubtitusnak vetjük alá. Az eljárást még Szent Fricska dolgozta ki a krétakorban, akarom mondani egy olyan korban, amelyben krétával írtak a szentek. A szent krétával, amelyet a muskotályos palota főoltárán őrizünk. Az eljárás Szent Fricska bölcs eljárásán alapszik, ő már akkor felkészült a férfiak szent gyermekáldására, amikor ez még korszerűtlennek hangzott. Talán ez is az oka, hogy bölcs Fricskot csak most 9 hónapja nyilvánítottuk szenté.
9 hónapja, valamint 300 évvel az említett elszenvedett mágia halála után. A bíbor lélek mindig igazságot tesz. A celuptitus során az újszülöttet oly módon tesszük áldottá, hogy hideg gyümölcslevesbe mártjuk, majdan pedig mézes petrezselyemmel ütlegeljük 11,5-szer. A rítust bíbor lélek televízió mozgóképes, előre összeválogatott felvételekkel fogja közvetíteni. Áldott legyek, és áldott a bíbor lélek valamennyi gyermeke. A világ urától keletebbre fekvő tájain is hódít a férfi terhesség, és arra fele is csak a világot vezető személyeknél fordul elő. Primácska Alekszajevna, oligarha asszony, a férje nevében nyilatkozott, ugyanis Viktor Alekszej, fő oligarha, nőgyógyászaton fekszik jelenleg, mint veszélyeztetett terhes. Oda még a sajtót sem engedik be, csak is kedvenc karóra gyűjteményét és egy-két luxus jachtját vihette oda magával. Hallgassuk át Primácska asszony nyilatkozatát, amelyet a Bél Orosz Rádió és Televízió bocsájtott rendelkezésünkre. Zsibvenyike, panyecski, a férjecski, bibapásodda, megpohosodda, disznágya, nyinyinyes, nyinyivis ilviszkoje, bása nagypánkra tyolnye. A férjemmel már van két gyönyörű gyermekünk, ha csak a Petriuska atomtenger alatt járót is nem számoljuk ide, amit Viktor a gyermekeként szeret. Elárulom, hogy példás a házas életünk, de én magam Nancy Toljó kampányában vettem részt a minap, ami a harmadik világ éhező gyermekeinek felfegyverzését mozdítja elő. Így nem is lehetünk együtt drága Viktorommal, amikor a gyermeke megfogant. Én nem vagyok prűd, azt meghagyom az oszmoédeknek, de kérdem én, ki a gyermek anyja? Mindegy is. Egészen bizonyos, hogy úgy van, ahogy Viktor mondja. Csoda történt. A bélorosz Csingisz háborúban is történt ilyen csoda, az én nagyapám egy gyalogsági aknát lenyelt, hogy megvédje a századát. Kisebb hasmenéssel megúszta, ezt akkor csodatévő cirmének tulajdonították, ma már tudjuk, hogy a céklás katyuszka gyakori fogyasztása védte meg őt a felpuffadástól. Jeleztem is az én elnöki páromnak, hogy nyilvánítsa azt a napot nemzeti ünneppé, vagy legalábbis a katyuszka napjává. De legalább egy délutánnál, vagy egy nemzeti másfél órává. A kis jövevényt is a nagyapám után fogjuk elnevezni, ez lesz a neve. Nagyapa. Rajkék, trojka, szétyi, vétyi, nagyapácskaja, nagya, fárpofájkova. A világ államférfiúinak várandóságáról folyamatosan tudósítjuk majd hallgatóinkat, most azonban előnyt élvez, egy még igazibb örömhír. A Dongalész Nyikati Nemzeti Parkban az erszényes Flóriánok étrendje tegnap megváltozott. A Flóriánok a rozsdás zsödényekhez hasonló diétán voltak, halat és rákot fogyasztottak ez idáig, azonban újabban rákaptak a macesz gombócra. A Dongalész főrabbi a hit és a remény megújódásaként üdvözölte a Flóriánok példaértékű tettét. Elmondta, hogy a vörös hangyák régóta háborút vívnak a termeszekkel. A sajtótájékoztató résztvevői ezen megdöbbentek, mert hogy jön ez ide. Azután a főrabbi a különböző hitű, de béke szerető embereket felszólította, hogy kövessék az erszényes Flóriánok példáját, és szeressék a macesz gombócot. Erre viszont a jelenlévő újságírók tapsal reagáltak. A helyi erszényes Flórián közösség éppen a sajtóteremben legelésző képviselője ajándékot adott át a rozsdás zsödény nagykövetség konzuljának, aki a mikrofon állvány mellett tollászkodott. Az ajándék gondosan be volt csomagolva, hírügynökségünk azonban tudni véli, hogy egy kocka alakú gömb lehetett, ugyanis a díszdoboz kocka alakját a csomagolás sem fedhette el teljesen. Apró híreink között szerepel még, hogy kitört a harmadik világháború, előbb azonban beszámolunk a rigai rántott sajt fesztiválon kitört botrányról. A rigai térségben minden páros év hetedik kedjén rendeznek rántott sajt fesztivált, amin a bánáti hetek, a hét leggazdagabb ország vezetői is részt vesznek. Ez alkalommal az államférfiak őrre mentek, néhányan torokra, de a többségük őrre, ami valljuk be őben aluli. A vita a rántott parmezán egy sületnyi adagjának a mennyiségén robbant ki. Előbb a Karakán nemzetállam fősvihákja rúgta őbe a bánáti főespánt, azután Amazemeszt. Mindhét tagállam főembere bántalmazta egymást, közben tépték egymás zakóját, kaftánját, díszmagyarját. A biztonsági szolgálatok az eseményben nem avatkoztak bele, ugyanis a nagysátornál borza sementálit fogyasztottak balalajka likőrrel. Társasági hírünk, hogy az Oscar bizottság pénteki ülésén Milos Titost beválasztották a legjobb 100 közé,
Milos Titosnak nem volt még önálló rendezése, ő valójában az a fiatalember, aki a stávkocsi tologatásáért felelős, ugyanakkor remek humora és intelligens sziporkái miatt nagyon kedvelik a filmes életben. A legjobb 100 közé a filmvilág azokat a társasági életet előbbre vívő személyeket választja, akik a társasági életet előbbre viszik. Milos Titos emellett még a stávkocsit is rendre előbbre viszi, így ő igazán előre vívő személyiség. A legjobb 100 közé az utóbbi években 326 jeles személyt választottak, ezért a bizottság magyar alelnöke, bizonyos André Vajra sürgette a csoport átnevezését. A csoportot a filmes szakember bölcsen a legjobb 300 névre keresztelni. Gazdasági hírünk ma a pénzpiac nemzetközi fallingulásáról szól. A fallinguláció szisztémájának kialakításáról egyetlen szakember tudna hiteles információt adni, de ő tavaly a londoni pénzpiac összeomlásával egy időben eltűnt. Maga a szakkifejezés fallingulás is az ő nevéhez fűződik, a nagynevű pénzügyi szakértő nevét keressük már, sajnos a tavalyi összeomlás ennek a kiváló pénzügyi elemzőnek a nevét is maga alá temette, néhány elme rodgyant kutatón kívül nem is érdekel senkit. Ugyanakkor a fallingulás egyre keresettebb pénzügyi megoldás a devláció paritásaira, míg a deviza tubernációt a nemzeti valuták önkorrekciója különösen indukálja, de ugyanakkor a New York-i tőzsdén a vakkutya is talál csontot. Így nyilatkozott hírügynökségünknek Patrick Bateman, aki az Amerikai Pszichó című regény főszereplője és kiváló tőzsdei elemző, a rizspapírra nyomtatja a névjegyét, esténként pedig prostituáltakat és hajléktalanikat nyomorít meg, mint egy passzióból, de ezt a regény olvasóink kívül nem tudja senki, tehát maradjon titokban. Batman úr elmondta, hogy a fallingulás egy már régóta létező nyereségszerző trükk a pénzvilágban, csak régebben sefterésnek hívták. A TSU, Titikakai Szenzáció Ügyelet jelenti továbbá, hogy az ügynökség nevének rövidítése nem Titikakai Szenzáció Ügyelet, hanem Tihuánai Szemérem Bomlasztó Üteg. A névváltozást azt tette szükségessé, hogy a Titikakai Szenzáció Ügyelet elnevezés méltatlanul idétlen és helyrajzilag is pontatlan volt, ugyanis Titikaka Dél-Amerikában található, ugyanakkor az ügynökség Dél-Kelet-Ázsiában székel, ami az új név helytállóságát is megkérdőjelezheti. Tihuána ugyanis a bájos San Antoniótól északra fekszik a napfényes Mexikóban, de a névválasztás sürgető pillanatában jó ötletnek tűnt őt, vagyis Tihuánát megnevezni. A vezető hírszerkesztő annak az újságírói gyakorlatnak a híve, miszerint a rövidítéshez kell megkeresni az eredeti, a hosszabb szavakat, ahogy a nő maga öltözködik, sapkához választ zoknit, úgy jár el a hírügynökség napi rutinjában is. Az ügynökség teljes nevéről tehát nem nyit vitát, ez mostantól Tihuánai Szemérem Bomlasztó Üteg. A TSU hosszú neve egyébként percről percre változhat, a módosításokról rendkívüli közleményben értesítik a lakosságot, azt még nem tisztázták, hogy Peru, Bolívia vagy a napfényes Mexikó lakossága értesítendő-e MS közleménnyel, avagy pedig a dél-kelet-ázsiai Tüyün békés rizstermelői. Hát újabb problémát vet fel, hogy Tüyün kitalált ország. Most találtam ki, ami viszont az összes eddig elhangzott híradást komolytalanná és hiteltelenné teheti. Ez nagyon fáj én nekem, hiszen sokat körmöltem ezeken. Kérem, hogy ne okozzanak még több fájdalmat, már így is itt van nekem ez a hírgyártási kényszerem, meg hogy olyan messzire elgurult a gyógyszerem.
Olvastunk, hallottunk, láttunk. Tudtátok, hogy Amerika kapitánynak az 1941-es képregényben még háromszögletű pajzsa volt? Ezen kék alapon három fehér csillag volt látható, de aztán ergonomikusabbá vált. Dr. Myron McLean, amerikai tudós, a kormány megbízása alapján a Wakandában talált földönkívüli fémmel, a vibrániummal folytatott kísérleteket. Megpróbálta a vibrániumot egy kísérleti acélötvözettel egybeolvasztani. Az acélötvözetben található egyik komponenst először a titán egyik változatának nevezték, azóta fény derült arra is, hogy a komponens a valódi adamantium egy nem végleges változata, proto-adamantium volt. A kísérlet sikerrel járt, azonban dr. McLean a hosszú folyamat közben elaludt. Mivel a sikerhez egy ismeretlen katalizátor jelenléte járult hozzá, így McLean soha többet nem tudta megismételni sikeresen az eljárást. Az így elkészült egyedi pajzsot személyesen Franklin D. Roosevelt adta át Steve Rogersnek, vagyis Amerika kapitánynak. Na ennyi száraz és tudományos tény után, kis és személyesebb vizekre evezve, elmesélem az új Amcsi kapitány filmélményemet. Illetve még néhány száraz, már majdhogy nem unalmas életrajzi adat a kapitányról, vagyis a film tartalma. Steve Rogers, azaz Amerika kapitány, a hibernációból való felkelés és a bosszúállókkal közösen legyűrt manhattani idegentámadás után a Shield-del együtt próbálja jobbá tenni a világot. Ezúttal egy összeesküvésbe keveredik bele, ami egy bizonyos tél katonájához köthető. Ráadásul a több, mint fél évszázados alvás után a mai világba való beilleszkedés nem a legkönnyebben megy, mind a magánélet és mind az igazságtevés terén az Amcsi kapitánynak. A kisebbik fiam kissé meg volt sértődve, mert már nem nagyon vetítik a 300 második részét, és ő azt akarta volna már mióta moziban megnézni. Azt mondta, hogy ez a film nem annyira vigasz neki, de már a film a első perceiben meg is vigasztalódott, ugyanis nagy bummal kezdődik a film, mint minden Marvel sztori, viszont már az elején ütős, és már a bosszúállókban is tökéletesen és tökösen adagolt humoros dumák vezetnek minket jelenetről jelenetre. Az elején például egy ilyen: mindjárt elérjük az ugrási zónát, kapitány, mondja a pilóta, amint Amcsi kapitány és csapata egy sötét, esős, ejtőernyős ugráshoz készül valahol az óceán felett. Egy Shieldhez tartozó, idegenek által elfoglalt hajó a célpont. Rutinosan tesz, vesz, készülődik a kommandós csapat a gépben, egyáltalán nincs zapszem a segükben. Az ellenséges kémből a jókhoz átigazolt Natasha kérdi Kapcsit: ki szokták kapcsolódni szombaton? Steve válaszol: nos, a srácok a bordélykvártetből mind halottak, úgyhogy nem igazán. A csajszi erre: ha elhívnád Kristent, a statisztikák alapján valószínű, hogy igent mondana. Ezért nem hívom el, mondja rezignáltan a hős. Túl szégyellős vagy, vagy túl félénk? Túl elfoglalt, mondja, és kiugrik az éjsötét viharba. Volt rajta ejtőernyő? Kérdi az egyik kommandós. Nem volt, vigyorog a másik. Nem fogom elmesélni az egész filmet, de akartam érzékeltetni, hogy a dialógusok nagyon rendben vannak. Ha az egyszeri, intelligens filmeseknek meg kell alkudniuk a néha dedósba hajló sztorival, a párbeszédekkel viszont alkothatnak, drámázhatnak, poentírozhatnak, kedvükre, itt is ez történt. Igazából sokat nem is mesélhetek spoilerezés nélkül, de a film készítőit mindenképp dicsérnem kell. Olyan nehéz a hollywoodi elvárások között egyedit alkotni, és szerintem ennek a filmnek nagyon sikerült. Talán csak az élmény frissessége miatt mondom, hogy az élmezőnybe valahová a bosszúállók mögé, sőt lehet, hogy pont a bosszúállók mögé került nálam ez a film, legalábbis a képregény adaptáció közötti rangsorban, és ebben a rangsorban az első a bosszúállók. Olyasmi történt vele, mint a G.G. Abrams által írt és rendezett újabb Star Trek mozikkal, hogy belépett egy felső kategóriás mesevilágba, ami után már minden gyengébb megnyilvánulás Z-kategóriásnak fog tűnni. Persze erről a nagy költségvetésű CGI is gondoskodott, mert volt itt antigravitációs hajtóművel repkedő, városnyi hadihajó, csupasz kézzel, illetve proto-adamantium pajzsal lezúzott harci repülő, és a gépesített szárnyú sólyomember is beszállt a csatázásba. Ez utóbbi Anthony Mackie, akinek egész tűrhető a hős alakítása. Na, ha itt tartunk, akkor bepillantás a stáblistába. Joe és Anthony Russo a két rendező, testvérek, hát így akkor ez egy kisebb családi vállalkozásnak is felfogható. A forgatókönyvet sokan írták, olyanok is benne voltak, akik az első Amcsi kapitányt jegyezték. A két öreg róka, a főgenyót domborító Robert Redford és Samuel L. Jackson Nick Fury szerepében csuda jól hozzák ezeket a szerepeket, nem kispályások.
Henry Jackman, a G.I. Joe X-Menek zenemágusa pedig az elvárható filmzenét szerzeményezte, ebből jöjjön majd az zárszavam után egy etűd. Viszont most zárszónak csak annyit, hogy bár jó, ha a bemutatóhoz közeli vetítés 15%-os nézettség mellett ment, legalábbis amit én láttam, még így is szinte hullámzott a zajszennyezés, a pattogatott kukik meg más élelmiszeripari izéket rákcsáló, nyammogó, csörgő-zörgő emberek alapzajától. Elég bosszantó volt, ugyanezen nézők az utolsó jelenetnél pattantak is fel, és a 2,5 órás mozi zsibatagságával mit sem törődve már áramlottak is kifelé. Itt-ott maradt a helyén néhány hozzám hasonló, rutinos filmbarát, hogy a feliratokat nyomon kövesse. Ezek a filmhaverok bizonyára tényleg rutinos Marvel filmnézők, mert tudtuk, hogy lesz egy, a következő részt felvezető utójáték is, lett is, úgyhogy várjátok csak végig a feliratokat, vagy legalábbis addig a pontig. Én ilyenkor a magyar neveket szoktam egyébként keresni a stáblistán, itt is lehettem egy-kettőt. Akkor most a film egyik zenei trackjéből következzen egy részlet. Most pedig jöjjön egy ismétlés a régebbi műsorok hangjátékainak egyikéből, egy olyan darab, ami talán az egyik legkedveltebb hangjátékunk, abszurd humorú, jó szórakozást kívánok hozzá. Andy Baron, a szabad akarat diadala, avagy ki írta ezt a jelenetet? Nézzenek oda, egy ilyen game kapocsal komoly sérüléseket is lehet okozni. Például összekapcsolni két felnőtt férfit a fülüknél fogva, ő meg tessék, meghajlítja. Úgy hajlítja ezeket a vasdarabokat, mintha csak rálegyintene a létezés minden fájdalmas aspektusára, mintha semmibe venné a newtoni fizikát, mintha a könnyebb erőfitoktatás, például a cellux eltépése, neki már említés sem érdemelne. De mit lelkendezek? Maga a rajongója. Észrevette? Hát úgy rajongok itt, de hát amikor olyan erős, hát tizet is agyon csap. Vizet is ad a csap. Ne haragudjon, nem jól hallom, mert 11 perce süket vagyok. Én rám az ilyen audió mesterkedések, hogy valaki mond nekem valamit, az ilyenek nem hatnak. Ne nyugodtan beszéljen, ismerem a szövegkönyvet, és tudom, mit fog mondani. Figyeljen, figyeljen, most jön a fő attrakció. Mivel minden előadásán ott vagyok, ezt már másodszor látom. Alig hihető, de most keresztbe fog törni egy fogpiszkálót, ha sikerül. 3 előadással ezelőtt nem sikerült neki. A probléma csak az, hogy látni se igen tudom. Az előbb elfelejtettem mondani, de nincs szemem. Ettől olyan szelektív látásom van, hogy például
Megfigyelem a fogpiszkálót, de csak annyit fogok fel, hogy a pálcika recs, megreccsen. A belső hallásommal, hogy recsen, mert hallani, ahogyan már említettem, nem tudom. Tudja, nemrég mondtam, kb. 2 perce, hogy 11 perce nincs hallásom. De hagyjuk a matematikát. Na, eltörte! Megfeszültek az izmaim belé, de eltörte. Érdekes, amit mond. Nehéz lehet erről beszélni, erről az akut szerv hiányáról. Nehéz bármiről is beszélnem, ugyanis hangszálaim sincsenek. Egyszerű tápcsatorna az enyém, de emelt gégefővel viselem. Tapsolni azért remélem, hogy tud, mert ha már csak mi ketten vagyunk, akkor azért verjük össze a tenyerünket a kedvéért. Van tenyere? Tegnap még volt, de a másik nadrágot húztam. Szóval úgy tűnik, hogy a tegnapi nadrág zsebében hagytam. A bal tenyerem az biztosan ott van, a jobb tenyerem pedig a fürdőszobában lehet a fogmosó pohár mellett. Fogaim azok nincsenek, de a fogmosás még így is ínyemre való. Ó, bár adhatnék valamit, egy hangszálat, egy tenyered, de nálunk az asszony hordja a nadrágot, és bizonyára kikapnék, ha eszetlen hazarohannék tenyeretlen. Talán egy cipőfűzőt, azt adhatok, majd a fülorgégesze megmondja, fel tudják-e használni, vagy a cipésze. Gondolja, hogy maguknál van a nadrágom, és abban lehet a bal tenyerem? Melyik nadrágra tetszik gondolni? Mondta, hogy maguknál az asszony hordja a nadrágot. Jogos kérdés, de ez nem a maga nadrágját. Igazából ez csak egy szimbolikus nadrág. Akkor nincs rajta alul semmi. Nem kell csúnyán nézzen rám, nem vagyok erotikus passzban. Péniszem sincs, hogyan is erotizálhatnék. És gyerekei vannak? Egy mosómedve és egy erszényes tatu, külföldön élnek. Megható. Bár én nekem az erőművész imádatától fátyolos a tekintetem, nézze. Itt és itt, ezek könnycseppek, de ha nincs szeme, akkor vajmi kevés gyakorlata van ebben. Halkan lépdeltem ide, és már jó ideje figyelem magukat. Maga még csak-csak odafigyel a produkciómra, de ön uram még csak a szemét sem hozta el. Ez nyilvánvaló szemtelenség. Gyakorlatilag nincs szemem, ex veritatis. Nincs egy sem. Viszont körben a fejemen ezek a fantáziám termékei. A jó oldalát nézem, hogy itt senki sem nevezhet kis csipásnak. Magukat, szemeseket gyakran lecsipázzák. Ez elég lehangoló lehet. Bocsásson meg neki, alig van valamilyen alkatrész, és mégis eljött, hogy magát megnézze, vagy inkább, hogy itt legyen. Nincs is itt senki rajtunk kívül, és mi megzavartuk a produkciót. Ez impermissus de facto. A bejáratnál ugyan áll egy albatrosz árus, de az csak egy kitömött lemúr. Még lesz egy mutatvány, ha jól sejtem, a kavicspöckör is, de fedetlen körömmel. Igen, ez még hátra van, mondom én, térne hangomon. Minden tulajdonságom erőtől duzzadó, kivéve a hangomat, a termetemet és az izomzatomat. De miért is hagyta félbe a produkciót, az oroszlánok miatt? Oroszlánok? Igen, a vad oroszlánok, akikre gondolok. De azért ne hagyja abba, majd gondolok nyuszikra, vagy valami növényre, vagy moszatra. Gondoljon, amire akar. Én arra gondolok, hogy iszok egy jó forró csokoládét, ha végre le tudjuk ezt a fura jelenetet. Már bocsánat az író úrtól, aki egyébként egy kiváló intellektus. Úgy csörtetett ide, mint sebzett vad, mint egy mérges lepke, vagy dühös ropi. Majd el is felejtettem, hogy szóljak, most arra már minden testrészem hiányzik. A belső szerveim szinte eltűntek, a mobiltelefonomon nincs térerő, és a cipőmön megkopott a fény. Bocsánat, hogy nem bírom ki hazáig, de én most meghalok. Meghal. Finoman, hogy ne üsse meg magát, a földre roskad. Megint csak a bocsánatát kell kérnem, hogy a barátom beszélgetés közben csak úgy Justus et Moriens meghalt. Én is rosszul érzem magam, de leginkább az írótól kérjük számon ezt a viselkedést. Azt hiszem, pikkel rám. Én pedig azt találtam ki, hogy vidám gyászmenettel köszöntsük a friss halottat. Akárhogyan is, de ő a közönségemnek a fele. Előlépdelnék én magam, rettenetes vastagságú szívószálakat hajlítva. Néha, amikor egy szappant lejt valaki, lehajolnék érte, mert hát ha. Nem rossz. Egy hedonista búcsú a vidám, halálba csavarodott barátunktól. Megyek és veszek trombitát és szappant. Ha a halott barátunk megemberelné magát, akkor már hárman lehetnénk. Hát nem tudom. Nehéz így szervek nélkül. Egyébként valaki megmondaná, és nem nyafogásképpen,
hogy miért kell nekem itt a földön halottat játszanom. Egy beszélő hullát. Kicsit zizi a szerző mostanában. Ez már nem az első hülye jelenete. Igaz, igaz. Ott volt az a múltkori, hogy azt mondja, én egy elefánt voltam, maga pedig egy kosár alma. Úgy volt megírva a dialógus, hogy nekem az ormányommal mindig ennem kellett magából egy-egy gyümölcsöt. Ez egy homoerotikus utalás, pedig a legkevésbé sem vagyok homár. Mondjuk, amíg fizetik a gázsit, én tojok a képzavarokra. Úgy vagyok, mint a hasmenéses légtornász, hogy magasról tojok az egészre. Mert a meghalásom is például nagyon bénán volt megírva. Dőlt betűvel volt a szövegben, hogy finoman, meg ne üssem magam, lerogyok a földre. Na már most, hogyan lehet finoman lerogyni? A jelenet szerint már kezem sincs, akkor mivel finomkodok? No, tenyere nincs. A kéz többi részéről egy szó sem esik. De igaza van, ez az író csak arra jó, hogy megtöltse a hócipőnket. Tudják mit? Igazuk van. Általában rendíthetetlen nyugalommal bírok, 10 esetből jó, ha 9-szer felbosszantanak, de most én is nyafogni fogok. A maga szerepe is elég imbecilis. Egy erőművész fogpiszkálókat recsent. Ugyan már, ide modern szövegkel, nem ilyen nézőt lenéző poén halmaz. Engem azért egy valami aggaszt ebben a mi lázongásunkban. Ha aggasztja, hamar megöregszik. Mondja csak. Hát, hogy ezt az ellenkezésünket is, azt hiszem ő írta, az író. Volt egy pont, amikor már nem követtük a szövegkönyvet, ennek csak így van értelme. A szerző honnan is tudhatta volna, hogy mi, a szabad akaratunkból, miket fogunk itt összehordani? Nálam van egy 4-rét hajtott szöveg, a zsebemben, csak hát én halott vagyok, nem nagyon kéne mocorognom, hogy kivegyem. A közönséget már így is teljesen megkavartuk. Na, várjon, nem mozdulj, majd én kiveszem. Hullarabló, itt van, olvasom a közepe felé. Halott fura alak. Én is rosszul érzem magam, de leginkább az írótól kérjék számon ezt a viselkedést. Azt hiszem, pikkel rám. Erőművész. Én pedig azt látom, hogy bla bla bla, igen, itt van, hogy retteltes vastagságú szívószálakat hajlítva, néha, amikor egy szappant lejtve, aki lehajolnék érte, mert hátha. Igen, ez az én szövegem. Kicsit morbid a szappanos utalás. Nem is morbid, inkább közönséges. Ez az író, egy pervers disznó. Most előreugrok a szövegben. Eddig a pontig, ahol most vagyunk. Maga azt mondja, hogy kicsit morbid a szappanos utalás. Nem is morbid, inkább közönséges. Ez az író egy pervers disznó. Hát akkor minden meg van írva, mint a sors könyvében. És most mit fogok mondani? Most mondja ezt, hogy és most mit fogok mondani, aztán egy ideig semmit. Utána majd, ha az erőművész azt mondja különös, akkor maga majd így szól, hogy ez inkább hülyeség. Különös. Ez inkább hülyeség. Brilliáns. Az előbb is csak úgy tessék, lássék, nyafogtam magukkal, de most ki kell jelentenem, ez az író egy zseni. Hát én is el vagyok bizonytalanodva most már. Látja? Most is felolvassa, amit mond. Adja csak ide. Na tessék, egészen el vagyok bizonytalanodva. Eddig abban voltam, hogy minden a szabad akaratról szól, de hát most meg mi lesz, ha lemegy a függöny? Az is meg van írva? Nem szabadna magunkra haragítani a szövegírót, még hazafelé komponál nekem valami hétköznap ide kellemetlen kalandot. Mondjuk kutyagumiba lépek, ettől megtántorodva, elejtem a lépfene tenyészetet tartalmazó edénykét. Hoppá, hoppá, most más mondott, mint ami itt van. Végre, tudtam! Fejjel lefelé tartottam, bocsi, sajnos ugyanazt mondja. Én is itt olvasom ezt. Vissza is olvasom ezt a sort, hogy én is itt olvasom ezt, hogy én is itt olvasom. Valami elütést? Valami sajtólibát nem lát? Akkor kiderülne, hogy nem kell ugyanazt mondanunk, hát mert szóban csak korrigálom magam. A sajtólibát. Maga azt mondta sajtóliba, és itt is így van, elütve. Hát már csak ki tudom mondani helyesen azt, hogy sajtóhiba. Most itt is jól van írva sajtóhiba. De olvasom tovább, most megint sajtólibának fogja mondani, mert itt megint el van ütve. Miért mondanám sajtólibának? Basszus. Na újra. De most jól kimondom. Sajtóliba. Hagyjuk. Mi lenne, ha végigjátszanánk a jelenetet, és megpróbálnánk elfelejteni ezt az egészet? Tényleg nem akarom, hogy az író még ennél is jobban rám szálljon. Jó, folytassuk. Ha a halott barátunk megemberelné magát, akkor már hárman lehetnénk. Hát nem tudom, nehéz így szervek nélkül. De maga is kell a diadalmenetünkhöz. Akkor talán feltámadok. Megtalálom a szerveimet itt a földön, elszórva, mindenfelé, és összerakom magam. Talán lesz itt egy elhagyott pénisz is. Ezt már szeretem, amikor az erő legyőzi a lustaságot.
Ítéletnapig pihenhetett volna ott a földön, de már tápászkodik is felfelé. Mondjuk így a gyászmenet már nem aktuális. Akkor is menjünk. Ha kilépünk majd az utcára, meglássák, rengetegen csatlakoznak hozzánk. Ez lesz a szabad akarat diadalmenete. Már megint fátyolosodik a tekintetem, érzem. Készen is vagyok. Itt pislogok és kagylózok. Minden működik. Mehetünk. Énekeljünk! Tud valaki egy idevágó nótát? Megnézem a szövegkönyvet. A kutya fáját ennek a cudar világnak. Hát itt véget ér. Hogy-hogy? Nincsen szöveg. Hát innen tök üres. Sírni lenne kedvem, ha ez nem egy bohózat lenne. Már sírhat is, mert innentől ez egy semmi. Talán, ha várunk egy kicsit. Lehet, hogy az elment az író pissantani, vagy iszik egy kávét. De ne legyen ostoba, hiszen ő ezt már régen megírta. Szánt szándéka hagyta üresen, hogy kibabráljon velünk. Akkor most mit csináljunk? Halljunk meg, abból baj nem lehet. És a diadalmenet? A szabad akarat? Most itt lenne a lehetőség. Nem tudom. Én már nem akarok semmit, csak meghalni. Majd én megmutatom, hogyan kell finoman lerogyni a földre, nehogy megüsse magát. Magának végig volt tenyere, most használja is. Arra támaszkodjon a zuhanás végén. Így. Aha. Hát akkor viszlát. Mit is tehetnék? Mondjuk belém több vitalitás szorult, mint ebbe a kettőbe, de ez a fejhang, meg az egész hülye szerepel nagyon idegesít. Gyenge erőművész. És így az üres szövegkönyvtől akár meg is hallhatok, mert semmit nem mond a hogyan továbbról. Hát akkor ennyi, bevégeztettem. Nem mondom, hogy tetszik, de jobb ötletem nekem sincs. Kicsit feküdjenek már odébb, mert én is ide halok magukhoz. Köszönöm. Köszönöm, hogy velem tartottatok. A műsor elején említett honlapokra feltétlenül látogassatok el, főleg a www.írjunk.hu oldalra, ahol rengeteg kalandos, humoros, fantasztikus témájú, prózai és egyéb műfajú alkotások mellett a rádiós műsor ismétléseit is meghallgathatjátok, hangjátékostól, riportostól, mindenestül. Illetve hát a másik már említett honlap az egy újabb felület, az újkönyvpiac.hu, www.újkönyvpiac.hu, és itt pedig hamar észreveszitek a Mesztelen Ügynök logóját, kattintsatok arra, és akkor oda nem a rádióműsorokat, hanem vagy azokból kiolózott, vagy oda külön készített hanganyagokat hallgathatok, szintén hangjátékokat, riportokat, és ott pici cikkekkel is vannak ezek még aláfestve. A következő műsorban pedig majd hallgathattok egy... A következő rádióműsorunkban pedig majd hallgathattok egy, az még meglepetés, egy könyvfesztiválra érkezett világsztár íróval készített interjút, és hát egyébként is szokásos dolgainkat, hangjátékokat, amik mind ősbemutatók, művezeti híreket, verseket, kalandos, humoros, fantasztikus a jelszó, mint mindig, úgyhogy hallgassatok akkor is minket, és közben pedig említett honlapokra látogassatok el, akik olvasni, szórakozni akarnak azok is, akik esetleg alkotni szoktak, és nincs még saját fórumuk, vagy van, de kinőtték, vagy szeretnék megmutatni a mi hallgatóinknak, olvasóinknak is magukat, azok regisztráljanak oda, már hogy a www.írjunk.hu-ra alkotóként is. Köszi még egyszer, sziasztok, viszont hallásra!